vannak dolgok, amelyeket el tudok képzelni, és le is tudok rajzolni. Aztán vannak olyanok, amelyeket, mint hogy gyarló az ember, el tudok ugyan képzelni, de nem tudok lerajzolni. Van viszont egy harmadik lehetőség is, amelyeket le tudok ugyan rajzolni, de nem tudok elképzelni. Most ez az igazán érdekes, olyan dolgokat megjeleníteni, vagy egy olyan világot fölépíteni, amely ott születik meg a rajzasztalon, nem tudtam elképzelni, de valahogy mégis fölépül és láthatóvá válik. Ha valami olyan történik, amely engem is váratlanul ér, amelyre nem vagyok fölkészülve, az tesz igazán érdekessé ezt a szakmát. Vannak olyan képek, amelyekről azt gondolom, hogy én szignálom, én Orosz István, és vannak olyanokat, amelyeket pedig én Utis szignálok, és hogyha kettős jelentésű a kép, akkor lehet mondani, hogy a kép egyik jelentése tartozik Utishoz, a másik meg tartozik hozzám. Utis, ez egy ógörög szó, azt jelenti, hogy senki se. És álnévként, való igaz álnévként használta előttem Odysseus, az Odüsszeia Küklopédia című fejezetében, amikor Polüfémosz Küklopszal történt az a bizonyos afféria, hogy miután kiszúrta a Küklopsz szemét, és a Küklopsz elkezdett kiabálni, hogy senki se bántott, és akkor a többi egyszemű óriás mondhatta azt, hogy hát ha téged senki sem bántott, akkor nem is kell rajtad segíteni. Na most benne van ez a szemkiszúrás ugye a történetben, az egyetlen szemkiszúrása, az egyetlen szem, ami egyébként nekünk perspektivistáknak szinte jelképet jelent, ugye, mert a perspektívikus ábrázolásnál az egy pontból való nézés, az egy szemmel való nézés az egy elég alapvető dolog. Na szóval ennek a szörnyű óriásnak egyetlen szeme volt, és azt az egyetlen szemet is kiszúrta ez a fölháborító alak, aki ugye Odysseus volt, vagy hát én lennék, bár azért ne rémüljenek meg, én valódi szemeket nem szoktam kiszúrni. Szóval az optikai illúzió, ami valahol a szembecsapással, vagy drasztikusabban szemkiszúrással kapcsolható össze, ez is benne van ebben az Utis elnevezésben, illetve a plakátművészet is valahol benne lehet, mert hogy az egy ilyen durva szemkiszúrós műfaj, vagy támadása szem ellen a plakát tulajdonképpen. Én a legboldogabb akkor vagyok, amikor olyan dolgokat találnak meg a munkámban, amelyeket én nem szándékosan tettem bele. Az, hogy beleteszi az ember vagy nem, azt utólag nehéz eldönteni. Ugyanis a munkát nem csak azt csinálja, aki ott ül a rajzasztal mellett és húzogatja a vonalakat, hanem a munka valahogy születik. A munka önmagát is fejleszti, illetve olykor-olykor ihletett pillanatokban azt érzi az alkotó, hogy valaki a másik oldalról is segít. Na most, hogy ez megtörténik-e vagy nem, azt utólag nagyon nehéz eldönteni, és legkevésbé az alkotó tudja. Tehát ha egy néző valami olyat fedez fel, amely nem volt tudatosan beletéve a plakátba, vagy a grafikába, vagy bármilyen műalkotásba, az nem azt jelenti, hogy ez nem is volt beletéve. Az legfeljebb valahogy tudat alatt beleszivárgott. Hogyha magamnak kellene névjegykártyát fogalmaznom, akkor nem lennék azért ennyire biztos a dolgomban. Foglalkozom animációs filmmel, írok különféle szövegeket, rajzolok, illusztrálok, plakátot tervezek, de ezeket én valahogy nem nagyon szoktam megkülönböztetni, valahogy ugyanabban a bőrben bújik el a grafikus is, meg az író is, meg a filmes is. Úgyhogy ennek megfelelően én magamnak inkább nem csinálok névjegykártyát.